Második napja zajlik a legidősebbek oltása mindenhol rendben és zöggenőmentesen. Az első napon 15 ezer idős kapta meg a vakcinát. Galgóci Ágnes a Nemzeti Népegészségügyi Központ főosztályvezetője ma az operatív törzs sajtótájékoztatóján elmondta, hétvégén és a jövő héten is a legidősebbeket oltják még. Jó hírként bejelentette, hogy a Pfizer és a Moderna mellett újabb uniós gyógyszerhatósági engedélye rendelkező vakcinával bővül a paletta. Érkezik az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca közös fejlesztésében készült védőoltás. Az első szállítmány több mint 20 ezer ember oltására lesz elegendő, a tervek szerint ezt a vakcinát a 60 év alatti krónikus betegek kapják. Magyarországon egyébként a járványügyi adatok stagnálnak. Az elmúlt 24 órában 1576 új fertőzöttet regisztráltak, és elhunyt 98, többségében idős, krónikus beteg.